Was ist das? No. Ja, ist es. Igen, mert gyakorlatilag ez az átkötő jelenetünk. Nézzük meg, aztán, hogyha kimerül, akkor megállítjuk, de legyünk a végéig. De nem kell sok ember egyébként szerintem ide a Savisztériából. Van még, Geri? Maximum 8 ember. Andrea? A film alap gondolata szerint a főhős Mona egy olyan karakter, aki az egész történetet, amit látni fogunk, elmeséli, de a mesélésen belül is számos mesei pillanatot látunk, olyan pillanatokat, amikor bábi jelenetekben, vagy éppen a kislányával folytatott kommunikáció során az általa átszűrt fantáziavilágot jeleníti meg. Stajus, arra kell helyre köszönni. Hogy nem olyan helyre köszönt? Vagy helyi, sincsát a repedet. És a kopran, de tényed. A Sepsi Szentgyörgyi Szilárd büféjében hallottam egy ehhez hasonló történetet. Egy fiatal lány mesélt, aki kiment Nyugat-Európába. Prostituált lett, mindenféle furcsa dolgok történtek vele útközben. Viszont Romániában is megpróbált új életet kezdeni. És már abban a történetben is voltak olyan furcsa események, amik úgy nem tűntek túlságosan reálisnak. Ettől a jelenettől nem féltem sosem, mert forgatókönyvben is talán ez volt meg legelőször. És amikor megírtam, egy éjszak alatt írtam az egészet. Jól választottam ki, úgy érzem, a szereplőket is hozzá. Tehát az Andy Vastriánit nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. Előtte is tudtam azt, hogy ő egy nagyon jó színész, de hogy ezzel a szereppel az ő személyisége találkozik, ez most nagyon jól jön ki. És az, hogy Orsolyával találkozik. Hát az Orsolya és az Andinak az arcában, a jelenetben ritka az ilyen eset, amikor az ember egy filmnél az történik, hogy még talán jobb, mint amit elképzeltem eredetileg. És az utolsó szaporulik a sipotripantról rosszta. Și am vrut să mă întâlnesc, că prima aflat că sunt actor de habar, n-avea că sunt actor. A fost el foarte ok, s-a uitat, doar s-a uitat și a zis, da, tu ești pe care îl vreau, știi? Și ce să-i tip pe acolo? Vorbesc despre un film. N-are importanță. Al unui băiat. Cum? Un regizor, despre un regizor vorbeam. Da. Nézd a tánca már így, gyakorlatilag már mondhatod is a szöveget. Ah, és începsz a dansz, és guája, zics textul. Dansul. Aha. Viszont, kérem, hogy kéne. Te zsáfő blokk, hogy mondjam. Igen, úgy szedecs. És akkor abból estéről, és akkor ebben már elkezdődött egy tánc, és akkor én be fogok tenni egy zenét majd. Și pe zile m-am întrebat, mi-a fost luat în China, nu, n-a fost niciodată. A Volvónak az orra, az van még képbe, ebbe a izébe, hogyha attól előreálltuk, az jó. Thank you.
Wow, it's a Christmas setup. Yes. Tonight. And the little theater and the beautiful lights. Come on. 2006 szilveszterén vagyunk, és a főszereplőnk egy bábszínházat csinál, ami ott van. Szivacsból vannak összerakva a különböző helyszínek. Szép lesz. Nagyon nehéz helyszín. A zajforrások eléggé sokrétűek, le kellett zárni az egész főteret, ami komoly probléma számunkra. Aztán van itt egy szórakozó hely, ahol természetesen a fiatalok szórakozó szeretnének, ezt mi akceptáljuk is, csak így elég nehéz lesz dolgozni. Ez egy nagyon kulcsjelenet számunkra, ez a mese, és ezt szeretnénk, hogyha jól fel tudnánk venni most hangon. Reménykedem benne, hogy ez sikerülni fog. Szabás. Teljesen figyeltek, ott állnak a közönség, és eljött. Igen, és ugye, hogy az, hogy esernyőkkel állnak ott, de... És ha holnap még nem esik, akkor mi? Holnap esőgépet kell szerezni. Ez nem lenne baj, hogyha esik az eső, hogyha egyfolytában esik, de hogyha egyszer esik, egyszer nem, az azért nem fogom tudni összevágni a egyes életet. Vigyen egy hatalmat, ha beletorcsol, és tudom mit szeretni. Ezt nem ezért. Tisztelt hölgyeim és uraim! Újdonsír sokkal! Látom! Egyszer volt, hol nem volt. A világ legkisebb tyúkjai találtak egy darab áramot. Mondd el, hogy mit van nevezetű báb tervezőt kértük meg a feladatra. Olyan bábszerzőt kell csinálni, ami utaztatható, ami gyorsan felépíthető, ami gyorsan összerakható. És akkor legközelebb, amikor megérkeztem, akkor már össze volt rakva ebből a bőrönből, ebből az ernyőből, és ezekből a mosogató szivacsokból ez a díszlet. Tehát zseniális a csaj. És akkor már mutatta is nekem, hogy itt vannak az esernyőnek ezek a kis szeletei, erre föl lehet függeszteni a díszleteket, hogyha elfordítja az esernyőt, akkor jön a következő díszlet, elfordítja, jön a következő díszlet, és azért is nagyon jó és praktikus, mert ide tud mögé állni, és akkor bábszínházként is tud működni. Tehát egy tényleg a filmnek a legjobban használható, a film szempontjából legjobban használható dolgot találtam ki, fantasztikus. Teltek múltak az évek, és a kislányból Csinoska hajadon cseperedett. A snit a következő lesz. Az első nagyobb beállítás, hogy onnan, ahol most van az a popcornos popcorn sütőt a parátszak mögött, ugye ott volt tegnap a bábszínház, onnan építünk egy sínt, ami végigjön egészen idáig. Itt ezt szépen lebontjuk, és beereszkedünk föntől ebbe a sátorba, és itt lesz az előtérben rázván. Tehát itt látjuk meg először őt. Nem is volt engem, akkor nem voltam ott. És ha nem ennél, akkor egy kicsit lesz, de hagyom össze nekem a főnök, ahogy megközött. Jó, neki. Én nagyon szeretem ezt az embert, az első találkozásunk óta, sőt, amikor már először láttam a California Dreaming-ben, illetve ez a másik érett filmekben, sikerült neki is jól megtalálni ezt a ruhát. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogyha nincs időnk bíbelődni azzal, hogy bemutassunk egy karaktert, akkor nagyon-nagyon fontosnak kell lennie a jelmezetnek és a közegnek, ahol először megjelenik, hogy bevésődjön az ember agyába. Mi su vediamo. E frumasa. Ecco ce ne sono. Ci sono tombato. Előáll egy történettel, miszerint ő beteg, valami agydaganata van, amit Romániában nem nagyon tudnak kezelni. El kell utazni a Németországba, viszont már olyan állapotban van, hogy bármikor rosszul lehet, közben összeesett, és szüksége van egy kísérőre, legalábbis az orvos
Orvos ezt ajánlja neki. Sper să dejoc și piesa asta cu pică. Și intrăm în Europa!